A Veszprémi Főegyházmegye fenntartásában működő Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola tagintézményeként alakítanak ki egy műemléképület felújításával és bővítésével négy csoportos katolikus óvodát Keszthelyen. Udvardi György veszprémi érsek a pénteken a helyszínen a vásártér közelében álló 160 éve épült kiskastély előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, az óvoda indításával olyan szellemiséget szeretnénk megjeleníteni, amely a keresztény emberképből, az egyház feladatából és küldetéséből fakad, de a gyökereinket, a múltunkat is tiszteletben tartja. Valójában az egyház miért tartja fontosnak az oktatás és nevelésnek a tevékenységét? Mert hogy az emberről, az ember méltóságáról és a végső céljának az eléréséről van szó. És ebben az oktatási intézmények az egyház évszázados tapasztalatával és mindig a konkrét helyzetre reagálva tud részt venni, illetve kíván részt venni egy közösség, egy város itt most Keszthely életében. Az egyház ügyel arra, hogy sosem idegen testként vegyen ebben részt, hiszen nem valami területet akarunk birtokolni, hanem egy élettérnek, egy közösségnek az életét szeretnénk a tudással, tapasztalattal gazdagítani. Nagy Bálint a térség országgyűlési képviselője, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára arról beszélt, hogy a városkép szempontjából is fontos az évtizedek óta elhanyagolt épületegyüttes helyreállítása. Az egyházzal való együttműködés pedig azért is közös érdek, mert mindig jó gazdája, vagyonkezelője a rábízott ingatlanoknak, továbbá a gyermekeink védelme szempontjából az egyházra mindig számítani lehet, közölte. Manninger Jenő polgármester szerint nagyon jelentős esemény a város életében az óvoda létesítése, mert nem csak egy évtizedek óta elhanyagolt állapotban lévő épület újul meg, de az első egyházi óvodának is helyt ad majd. Őri Gábor, a Ranolder iskola igazgatója azt mondta, régóta tervezték a városban katolikus óvoda indítását, amivel teljes oktatási spektrum valósul meg. A kormány és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia óvodafejlesztési programja részeként a miniszterelnökség kezelőszerveként eljáró Betlehem Gábor alapkezelő ZRT támogatásával alakítja ki az óvodát mintegy 2,5 milliárd forintból. A kétszintes 160 éve épült kiskastély falai között egykoron gazdasági intézet működött, de a sokszoros átépítések során irodáknak, raktáraknak és lakásoknak is helyt adott.